és itt van már Virág is. Sziasztok! Hoztam nektek! Jaj, de kedves! És hát ilyenkor mindig nagyobb kaland az öltözködés. Ja, néhány napja itt van nálam, de még mindig annyira furcsa és szürreális élmény, az itt a ruhatárhelyzet normalizálása. Sziasztok, ez itt egy újabb Fruzsi vlog, és hát lehet, hogy valamilyen frappáns elnevezést ki kellene találni ezeknek a vlogoknak. Minden esetre mindjárt indulok itthonról, ugyanis ma a pudermentes következő évadához fogjuk fotózni a képeket, amihez ugye elengedhetetlen egyik oldalról Virág, illetve ezúttal a képeket Csilla fogja csinálni. Egyébként annyira vicces, amikor hirtelennyében valakinek a YouTube meg az Instagram felhasználó neve úgymond a vezetékneve lesz. Már kiválogattam a ruháimat, már csak gyorsan össze kell pakolni, aztán indulok is, a Várkert bazárhoz fogunk menni, és ott fogjuk egyszerre megcsinálni az összes fotót a következő évadhoz. Azt vettük észre, hogy számunkra sokkal praktikusabb ez a felállás, amikor egyszerre lefotózunk egy nagyobb adagot, így biztos nem lesz probléma a szervezéssel, hogy össze tudjuk-e hozni, és ilyenkor tök jó érzés, hogy minden héten, amikor kijön az új podcast epizód, akkor már fixen tudjuk, hogy megvannak hozzá a fotós tartalmak is, úgyhogy ez következik most. Mutatnám az indulás előtti málha helyzetet. Egyik oldalon egy táska, másik oldalon még egy táska, két kabát a kezembe, és van még egy háti táska a hátamon is. És gondoljátok el úgy, hogy mindezt most nyári ruhákkal, szóval képzeljétek el a téli etapokat, de megleszünk. Megérkeztünk a helyszínre, és itt van már Virág is. Sziasztok! Az a megdöbbentő, hogy Csilla itt volt előttünk, de mégis rávárunk. Ez nem megdöbbentő. Ez nem megdöbbentő. Kit látnak szemei? Hello! Csoda fogadtatás! Hoztam nektek! Jaj, de kedves! Volt még, de azt már megettem. Na hát hatalmas hatékonysággal haladnak itt a dolgok, már a második szett is megvan, vagyis Virágból éppen most készül a második. Ugye minden beállításhoz készül egy-egy külön, illetve egy közös is, hogy mindenki Instájára legyen tartalom, és általában úgy szoktuk, hogy megcsináljuk a közöset, és aztán amelyikünk marad egyedül az egyénire, addig a másik tud öltözni, hogy minél hatékonyabbak legyünk. Azt hiszem rekordsebességgel, de már a hatodik szetnél tartunk, most vettem fel az utolsó ruhát, és hát ilyenkor mindig nagyobb kaland az öltözködés, ugyanis közvetlenül mellénk beparkolt egy autó, amiben szerencsére benne ül a sofőrje, és úgy kellett öltöznem, úgyhogy általában ilyenkor úgy veszem fel a ruhámat, hogy felveszem az egyiket, és az alól próbálom levenni, ami korábban rajtam volt. Hát mindig jó érzés. De meg vagyok. Fotózásról hazaértünk, remélem, hogy jók lesznek a képek. Mindjárt egyébként a podcast vágással fogom folytatni, mert azt már néhány napja felvettük, és ma este, vagy hát így éjszaka szoktam kirakni, hogy aki szerda nagyon korán megy mondjuk dolgozni, az is egyből akár meg tudja hallgatni. Na de egy nagyon fontos témáról még nem ejtettünk szót. És az nem más, mint a könyvem. Amit fantasztikus érzés, hogy végre a kezemben foghatok. Már néhány napja itt van nálam, de még mindig annyira furcsa és szürreális élmény. Nagyon-nagyon örülök neki, és borzasztóan elégedett vagyok a végeredménnyel, ahogy így összeállt, így az egész külsejét, belsejét tekintve. Szerencsére már nagyon sokotokhoz is odaérkezett, akik előrendeltétek, illetve ugye már minden könyvesboltba is bekerült, szóval meg tudjátok rendelni online is mindenhol, illetve ha bármilyen könyvesboltba mentek, akkor nagy valószínűséggel meg fogjátok találni. Ha nem találjátok meg kirakva, akkor mindenképpen kérdezzetek utána, hogy ott érezzék a boltban, hogy szeretnétek megvenni. Minden esetre, ahogy ígértem, picit beszélek róla, ugye a könyvem megjelent Tedd rendbe az életed címmel,
Két nagy részből áll igazából a könyv. Az első része arra vonatkozik, hogy hogyan tedd rendbe a környezetedet, tehát itt kifejezetten a fizikai környezetről van szó, a rendrakásról, rendszerezésről, szortírozásról, hogy hogyan tudsz harmóniát teremteni a környezetedben, úgy, hogy tényleg olyan dolgok vegyenek körbe, amiket szeretsz, amik hozzáadott értékkel rendelkeznek az életedre, és hogyan tudod ezeket megfelelő rendszerbe foglalni. A könyv másik nagy része pedig a Tedd rendbe a napjaid címet kapta, és ez sokkal inkább az időbeosztással, hatékonysággal, produktivitással, célkitűzésekkel foglalkozik. Szóval így igyekeztem ezt a két nagy témát, ezt a kívülről és belülről való rendrakást összegyúrni, és ez alapján elkészíteni ezt a könyvet. Nagyon bízom benne, hogy hasznos lesz számotokra, igyekeztem mindent összefoglalni benne. Hát kívülről már láthattátok, és most belül is szeretnék kicsit belepörgetni nektek, ugyanis nem teljes egészében szöveges könyvről van szó, hanem találhattok benne képeket is, amik igazából csak így illusztrálják éppen azt, amit írok, egy ilyen kis hangulatot is szerettem volna az egész mellé adni, illetve vannak benne grafikák is, amik szintén ehhez passzolnak, de ne úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen képes könyv, vagy ilyesmi, ha most így belebörketek, akkor nagyjából látjátok majd, hogy miről van szó. Ez egy olyan könyv, amit szerintem könnyen el lehet olvasni, mármint igyekeztem úgy fogalmazni, meg úgy írni, ahogy pontosan itt is beszélek, hogy a hétköznapokban is beszélek, mert tényleg az én hangomon szerettem volna hozzátok szólni. Úgyhogy valószínűleg az első elolvasás az gyors lesz, és azért azt mondom, hogy első, mert mindenképpen azt javaslom nektek, hogy először olvassátok el, kaptok egy ilyen átfogó képet arról, hogy miről is szól ez a könyv, és aztán térjetek vissza azokhoz a részekhez, amikre szeretnétek koncentrálni. Azokra a területekre, amiken változást szeretnétek elérni az életetekben. Tehát, ha mondjuk azt érzed, hogy te tök jó vagy időbeosztásban, viszont a fizikai környezeted nagyobb változást is igényelne, akkor érdemes visszamenni azokra az oldalakra, és aztán szépen lépésről lépésre megcsinálni azokat a változtatásokat, azokat a tanácsokat, amiket én ebben a könyvben leírtam. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy hasznos lesz számotokra. A képeket egyébként Antival készítettük, és nekem nagyon-nagyon tetszenek, nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, úgyhogy ezúttal is köszönöm neki, illetve a grafikus is szerintem fantasztikus munkát végzett, meg igazából mindenki, a HVG könyvek teljes csapata, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a beletett munkát ebbe a könyvbe. Hihetetlen érzés ezt így megvalósulva látni. A könyv hátoldalára egyébként Szabados Ági írta a kis összefoglalót, vagy a kis ajánlást, amit szintén neki is nagyon köszönök, úgyhogy majd várom tőletek a visszajelzéseket. Ja, és még gyorsan meg is ragadom az alkalmat egy kis játékra, ajándékozásra, ugyanis június 9-én 17 órakor lesz a könyvbemutató Budapesten, a Városmajori Szabadtéri színpadon, és erre az eseményre szeretnék köztetek kisorsolni két darab páros belépőjegyet. Csak írjátok meg, most vettem észre, hogy ilyen Mickey egérfüleim vannak a kalaptól. Szóval, kommentben csak írjátok meg azt, hogy a könyvnek melyik részére vagytok leginkább kíváncsiak, és majd sorsolok köztetek. Ahogy említettem, június 9 a dátum, szóval akkor jelentkezzetek, ha el tudtok jönni megfelelő számotokra ez az időpont. És a játéktól függetlenül is nagy-nagy szeretettel várok mindenkit. A könyvről Szabados Ágival fogunk beszélgetni, arról, hogy hogyan készült, miért készült, illetve összességében a témáról, ugye ami a Tedd rendbe az életed, és aztán persze lesz egy kis dedikálás is, illetve bárkivel nagyon-nagyon szívesen elbeszélgetek majd, úgyhogy gyertek mindenképpen, az eseményhez minden infót majd megtaláltok a leírásban. Most pedig itt az idő, hogy vágjak. Épp a kis kávészünetem végén járok, és gondoltam még megmutatom nektek a mai újrahasznosításomat, ugyanis ez eredetileg egy IKEA gyertya volt, amit még Attilától kaptam, azt hiszem, karácsonykor, és hát nagyon tetszett gyertya formában is, de miután elfogyott belőle a gyertya, nem akartam kidobni, mert annyira jól néz ki. Gondoltam rá, hogy esetleg ültetek bele valamit, de tényleg nagyon kis mini, úgyhogy végül is alaposan kitakarítottam, és egy hosszabb presszó mérethez pont tökéletes, úgyhogy ennek most így nagyon örülök, most olyan, mint egy új ajándékot kaptam volna, úgyhogy köszönöm Attila júniusban is, hogy egy új karácsonyi ajándékot kaptam tőled. Most egyébként idáig már a 2022-es Planol határidő napló tervezésével foglalkoztam,
Már van egy irány a fejemben, úgyhogy remélem, hogy megvalósítható lesz. Megkérdeztelek benneteket is, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, hogyan képzelnétek el, úgyhogy igyekeztem mindent összegyúrni, és hát igen, mi már ilyenkor júniusban 2022-vel foglalkozunk. Na de, amit most csinálni szeretnék. Van itt a dolgozó szobában ez az üres falfelület, itt a kis kanapén felett, és ezt fogom most feldobni ezzel a gyönyörű szép makramé fali dísszel, amit az egyik kedves nézőm küldött nekem, mindenféle makramé különlegességet készít, és elküldte nekem ezt a fali díszt, ami nagyon-nagyon tetszett ezzel a különleges köríves dizájnnal itt a közepén, úgyhogy arra gondoltam, hogy itt ennek a színes résznek a közepén ez itt tök jól mutatna, úgyhogy most mindjárt fel is fogom rakni. Szeretném ennek a sávnak a közepére rakni, viszont nem akarok méregetni, hanem gondoltam, hogy csak így szemmérték alapján, ami nálam egyébként borzasztó, de csak abból kiindulva, hogy a másik szobában múltkor lemértem valamit, és totálisan ferdén sikerült felraknom, valószínűleg nem járok rosszabbul így sem, úgyhogy hoztam egy kis szöget, és most megpróbálom valahová beleütögetni, csak abban bízok, hogy nem kapok el semmilyen vezetéket a falban. Na jó, csak mérjünk, nem bízok magamban. Teljesen egybe, összhatásilag nehéz megmutatnom, de azt hiszem, talán sikerült eltalálni a közepét, még lehet, hogy kicsit feljebb is tehettem volna. Minden esetre, amire figyelnem kell, hogy alapvetően a kanapét viszont nem a színes sáv közepénél szoktam tartani, úgyhogy ezt majd picit itt át kell variálnom, meg itt ezt a raktárrészt felszámolni, de maga ez a fali kis dísz, ez szerintem csodaszép. Úgyhogy meg is mutatom itt nektek közelebbről, M. makramé. Ami még egész biztosan itt várat magára, már nem olyan sokáig, mert most szeretném megcsinálni, az nem más, mint a ruhatár normalizálása, ugyanis hát annyira kiszámíthatatlan az időjárás, hogy még most sem tudtam elpakolni az őszi-téli ruháimat, pedig ilyenkor már ugye bőven fixen a tavaszi-nyáriakat szoktam viselni, de azért néha már vannak olyan napok, amikor azok is kellenek, úgyhogy már előszedtem ezeket a kis vákumzsákokat, és hát így néznek ki. Úgyhogy ezzel valamit kezdeni kell. Hát biztos nem rakhatom el még az összes őszi-téli dolgot, de muszáj elkezdenem, mert ezt a látványt itt nem bírom elviselni. Átláthatatlan, nem tudok rendesen hozzáférni. Úgyhogy most az első dolog, amit csinálni fogok, hogy átnézem a mostani ruhatáramat, és a nagyon vastag, egészen biztosan nem fogom viselni típusú téli-őszi darabokat kiválogatom, ide teszem, és ami felszabadul hely, oda bekerülnek azok a dolgok, amiket már most is tudok viselni ezekből, és amit még nem rakok be a szekrénybe, azt pedig visszavákumozom és elrakom, hogy felszabaduljon itt ez a hely. Lássuk hozzá! Igazából ezzel a fiókkal van a legegyszerűbb dolgunk, itt majdnem minden egész biztosan mehet, egy-két vékonyabb felsőt persze azért meg fogok tartani, és hát ilyenkor még ez a másik problémám, hogy amikor már tudom, hogy úgyis el kell pakolnom, vagy át kell rámolnom mindent, akkor már kevésbé tartok rendet, mert igen, nálam ez már a kevésbé rend. Na de pakolás! Első körben ezeket sikerült kiválogatni, mint ruhák, amiket a következő néhány hónapban valószínűleg nem fogok viselni. Hát ugye többnyire, ahogy láthatjátok, vastag kötött pulóverek, illetve hosszú jó felsők vannak itt, úgyhogy most itt normalizálom a most kialakult helyzetet, és megnézzük, hogy mekkora helyünk van. A fiókokat sikerült szépen elrendezgetnem, úgyhogy most már jobban látom, hogy hol mennyi helyen van, ugye? Hát a nadrágok azok nagyjából ugye maradnak ugyanazok egész év folyamán, viszont igazából a fő problémám az, hogy innen a válfás részről szinte semmit nem szedtem le, viszont sokkal jobban szeretem válfán tárolni a ruháimat, de hát majd valamit alakítunk ebből.
A válfás részen tettem egy kísérletet a szín szerinti csoportosításra, mert nekem így mindig átláthatóbb, meg egyszerűbb bármit megtalálnom, és igazából nem csak a válfás részen, hanem mindenhol, de általában ott a legnagyobb kihívás. Úgyhogy most ez lett a mostani állás. Hát igazából már alig várom, hogy felvehessem őket. Na, ez igazából sokkal nagyobb meló lett, mint amire számítottam, hiszen rengeteg dolgot fel kellett próbálnom, hogy megnézzem, hogy jól áll-e. És nagyon sok dolgot ki is válogattam, ami már nem passzol annyira, vagy nem szeretném felvenni, viszont nagyon jó érzés volt újra találkozni a régi kedvenceimmel, úgyhogy már várom az alkalmakat, hogy végre viselhessem őket, úgyhogy igazából át is öltöztem, mert ezekkel is most egyesültem újra, és jó érzés volt újra találkozni velük, úgyhogy a nap folytatásában, mielőtt letépem magamról a nadrágot, valószínűleg ez lesz rajtam. Most pedig lassan el is köszönök tőletek, ugyanis mindjárt indulok itthonról, ugyanis találkozom Ágival, Szabados Ágival, hogy megbeszéljük a könyvemutató részleteit, mert ahogy említettem nektek, azt hiszem említettem, hogy ő fog velem beszélgetni a könyvvel, illetve a témával kapcsolatban, úgyhogy most kicsit átbeszéljük, hogy mi meg hogy legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, találkozunk legközelebb is, sziasztok!